Csak a magyar emberek támogatása és egyetértése jelenthet felhatalmazást a belpolitikában és a brüsszeli tárgyaló asztalnál is, hangsúlyozta Varga Tamás a Nemzeti Konzultációval kapcsolatos fórumon. December 14-én és 15-én Európai Tanácsülés lesz, ahol az állam és kormányfők találkoznak és döntést kell hozniuk ezekben a fontos kérdésekben. És azt gondoltuk, hogy fontos, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről, és meghallgassuk az emberek véleményét, meghallgassuk a fehérváriakat, hogy mit gondolnak ezekről a fontos kérdésekről, hiszen ez segít a miniszterelnöknek az ottani majdani tárgyalásaiban. A fórum sorozat keretében kedden Varga Tamás vendége Illés Boglárka volt, a Fidelitas korábbi elnöke. Székesfehérvár nélkül szerintem biztosan azt állíthatom, hogy Magyarország nem tartana ott, hogy a keresztény kultúra védőbástya legyen Európában. Illés Boglárka kérdésünkre megerősítette, hogy a válaszadók a kérdőiben egyértelművé tehetik, hogy elutasítják-e a migránsgettók létrehozását, vagy Brüsszel legújabb migrációs tervével az illegális bevándorlók tagországok közötti szétosztásával értenek egyet. Hogyha belegondolunk abból, hogy 2015 óta mintegy 1 millió embert sikerült feltartóztatni a magyar határon, vagy abba, hogy most már nem csak arról van szó, hogy megpróbálnak áttörni a kerítésen a saját fizikai kézierejükkel, hanem különböző eszközöket, fegyvereket is bevetnek, egyáltalán nem meglepő, hogyha a gépkarabélyokat látunk, vagy adott esetben egy AK-47-est. Összesen 11 kérdésre lehet majd válaszolni. A kérdéssor kitöltésével a magyar emberek Európában egyedülálló módon állást foglalhatnak a mindannyiunkat érintő fontos kérdésekben, így például a gyermekvédelmi törvénnyel, a rezsicsökkentéssel és a kamatstoppal kapcsolatban, vagy az illegális migrációt érintő kérdésekben.